Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Vendégem pedig Barca Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, akit sok szeretettel köszöntök. Köszönöm a meghívást, és köszönöm szeretettel a televízió nézőit. Képviselő úr, most éppen per pillanat ugye a parlamentben úgymond szünet van, hiszen közeledik már az európai parlamenti választások ideje, amely, ha jól emlékszem, május 26-a. Most ilyenkor mivel foglalatoskodik? Igen, május 26-án lesz az európai parlamenti választás, ami egy kiemelt fontosságú választás Magyarországon, és hát abba bízok, hogy minél többen itt Sopronban, a térségben és az egész országban élni fognak szavazati jogukkal. Az európai parlamenti választásnak azt gondolom, hogy egész más a tétje, mint 2014-ben volt. Azóta egy Európát sújtó nagyon súlyos bevándorlás és migrációs válság határozza meg, talán azt mondhatom, hogy a mindennapjainkat és az életünket. Ezért a magyar kormány és a miniszterelnök úr egy 7 pontos programot hirdetett, és most azzal foglalkozunk, hogy ezt minél szélesebb körben erről tájékoztatjuk az embereket. Aláírás gyűjtünk, standolunk, hiszen azt gondoljuk, hogy a tét óriási. Melyek ezek a programpontok egyébként, amelyet meghirdetett a miniszterelnök úr? Hát az egyik legfontosabb talán az, hogy a migráció kezelését, ennek az ügyét, ennek a témáját, ezt vissza kell adni az ebbe való beleszólást a nemzeti kormányoknak. Mi abba hiszünk, hogy mi magyarok tudjuk azt eldönteni, hogy kivel és milyen formában szeretnénk együtt élni. Ezt ne Brüsszelbe mondják meg nekünk, ahogy itt Sopronba sem mondja meg senki, egyetlen családnak sem, hogy kivel beszélgessen, ki aludjon náluk. Azt abba hiszünk, hogy ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie, és nagyon fontos, hogy azt is mondjuk és valljuk, hogy egyetlen ország se legyen arra kötelezhető, hogy befogadjon olyan embereket, akiket ő nem akar. Ez legyen egy nemzeti szuverén joga minden országnak. Ja, arról is szó esett, hogy senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány vagy dokumentumok nélkül. Tehát most úgy érzem, hogy ez nem evidens? Evidens lenne, de sajnos olyan irányba megy Nyugat-Európa és egy kicsit a brüsszeli bürokratáknak a ténykedése, hogy sajnos ez már nem evidens. Még minden jogkövető magyar állampolgárnak teljesen természetes az, hogy személyigazolvánnyal sétál, és az zebránál megáll. Nyugat-Európában az a természetes, hogy autópályán sétáló tömegektől nem kérik el az iratokat, akiknek nincsenek is irataik, és mindenki január 1-én született. Ez egy evidens dolog lenne, de mégis szeretnénk erre is felhívni a figyelmet, hogy Európa egy nagyon jó élhető hely volt, és hiszünk abba, hogy az is marad, és az is tud lenni, de ehhez arra van szükség, hogy biztonságban legyenek az európai emberek, és senki ne jöjjön úgy ide, hogy arról nem tudjuk, hogy miért teszi ezt, és ki ő. Mutassa meg a dokumentumait, ezt fontosnak tartjuk. Ugye az is egy érdekes kérdés, hogyha itt Schengenen belül nyugodtan, bátran közlekedhetünk, és valljuk meg, hogy Sopronban nagyon sokan járnak ugye Ausztriába dolgozni, hogyha ez a schengeni vívmány veszélybe kerül, akkor az sok embernek okozhat bosszúságot. Ez egész biztosan így van, ezzel a magyar kormány a soproni emberek és az Ausztriába dolgozók érdekeit is védeni kívánja, és ami nagyon fontos az az, hogy a választásnak igazából a legfontosabb tétje az az, hogy bevándorlás ellenes vagy bevándorlás párti erők kerülnek hatalomra, ami azt gondolom, hogy Magyarországnak a mindennapjait is nagyban meg fogja határozni. Ugye nálunk, hazánkban a keresztény kultúra adja most már több mint 1000 éve azokat a hagyományokat, amelyeket követünk, és ehhez képest egy olyan más világ és más világlátású emberek érkeznek Európába, ami ez egy kicsit zavarossá teheti a helyzetet. Ez így van, és egy nagyon nagy probléma, hogy ezek az emberek az elmúlt időszakban már úgynevezett migráns kártyával és migráns vízummal érkeznek, amivel az egyik legnagyobb probléma, hogy ez olyan pénzeket jelent ezen a kártyán, ami nem névre szóló. Tehát egy név nélküli kártya, amit mindenre lehet használni, és teljesen elfogadhatatlanak tartjuk azt, hogy ismeretlen, számunkra ismeretlen emberek ilyen jellegű bankkártyákat kapjanak, és ugye az is kiderült a hírekből, amiről hát sajnos nem mindenki tud, hogy Hassan F. terrorista is ugyanilyen migránskártyával érkezett az Európai Unióba, és ténykedett, és erre nem kaptunk még megnyugtató választ az Európai Uniós intézményektől, hogy más terrorista vezérek is kaphattak-e ilyet. És hát ahogy a kérdést feltette, úgy érezzük, hogy Európában lassan már hátrányba kerül az, aki kereszténynek vallja magát, pedig tudjuk azt, hogy az Európai Unió alapítója is megmondták, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Mi ebbe hiszünk, hogy az 1000 éves Európát, az Európában 1000 éves Magyarországot és a keresztény kultúrát mindig elsőséget kell, hogy élvezzen az Európai Unióban.
Volt egy másik nagyon fontos dolog, amely pont a magyar parlamentben elhangzott, ez pedig az, hogy a családok támogatását kell biztosítani Magyarországon, ahogy már eddig is volt erre példa, most ez egy kiszélesedő palettát mutat. Igen, a magyar kormánynak a magyar családok a legfontosabbak, ahogy már utaltam arra, hogy mi bevándorlás helyett a magyar családokat kívánjuk támogatni, és mindenképpen a népesedési problémákat is a magyar családok támogatásával, a születésszám emelésével szeretnénk megoldani, hogy minél több egészséges, magyar és boldog gyermek tudjon megszületni. Én annak nagyon örülök, hogy nagy többséggel tudta elfogadni az ülésszak utolsó hetében a Magyarországgyűlés a családvédelmi akciótervnek a úgynevezett 7 pontját, amely nagyon sok új elemet tartalmaz, a már korábban meghozott, azt gondolom igen jelentős sok családi otthonteremtési kedvezményhez képest is. Nézzük ezeket egyébként, hogy ugye a nemzeti konzultáció volt az egyik alapja ennek, hogy melyek ezek, például a babaváró támogatás, ugye, én azt mondom, hogy ha 10 évvel ezelőtt egy hasonlóba belecsöppenek, akkor lehet, hogy most nem 2 gyermekünk van, hanem akár esetleg 3 vagy 4. Igen, ez nagyon fontos, hogy a nemzeti konzultáció volt ennek az alapja, mert abban hiszünk, hogy az embereket nem csak 4 évente, hanem annál sűrűbben kell megkérdezni, hogy bizonyos témákat hogy látnak. Nagyon sokan ezt visszaküldték, levontó a kormány a konzekvenciákat, és ez alapján határoztuk meg ezt a 7 pontos csomagot. A babaváró támogatás egy nagyon új elem, és azt gondolom az egyik legjelentősebb. Ez azt jelenti, hogy egy 10 millió forintos kedvezményes kölcsönt kaphat minden 40 év alatti nő, aki ezt szeretné és igényli a házasság után, és ennek a pontjai úgy néznek ki, hogy ha az első gyermek megfogan, akkor már a harmadik hónaptól felfüggesztésre kerül ez a törlesztés, ha a második gyermek megszületik, akkor újabb 3 évre ez felfüggesztésre kerül, és itt már 3 millió forint részlet elengedésre kerül a 10 millióból, de 3 gyermeknél mind a 10 millió forint támogatás is elengedésre kerülhet, tehát ez tisztán egy 10 millió forintos támogatást jelent, és ehhez még minden családnak hozzájöhet a már eddig is érvényben lévő családi otthonteremtési kedvezmény, ami 1 és 2 gyermeknél bizonyos összeget, ugye 2-nél 2,6 milliót, 3 gyermeknél pedig 10 millió forintot jelent új lakás vagy új ház vásárlása esetén, és ennek a bővítése azt jelenti, hogy ehhez az eddig felvehető 10 millió forintos kedvezményes hitel, az most már 15 millió forintra is emelkedhet 3 gyermek esetében, és még különböző bővítési lehetőségek voltak, gondolhatunk itt a falusi csokra is, ami szintén kedvező lehet a Sopron környékiek számára. Igen, belekukkantottam egyébként, hogy itt a környéken van még azért jó néhány olyan település, ami beletartozik ebbe a rendszerbe, ahol valószínűleg boldogan várják a családokat, hiszen ha ott raknak fészket, akkor az elnéptelenedés megállítható bizonyos településeken is. Hát igen, azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magyar falvak jól működő intézményrendszerrel, egy optimális mérhető intézményrendszerrel élhető helyek legyenek, és ezt is szorgalmazza ez a támogatás, amiről beszéltünk, de nagyon fontos az, hogy új elemként, hogy a meglévő vagy most felvett jelzálog hitel gyermekek születése esetén ebből 1 millió forint, vagy akár később 3 millió forint is elengedésre kerülhet. Ez is egy új elem, és szintén egy új elem a 4. pontja ennek a meghirdetett programnak, az, hogy 3 gyermekesek esetében, gépjárművásárlás esetén, 7 fős gépjárművásárlás esetén akár 2,5 millió forint támogatást is kaphatnak új autóvásárlása esetén a családok, ami azt gondolom megint egy nagyon jelentős támogatás. A nagyszülők mindig sokat segítenek a gyermekeiknek, optimális esetben természetesen, hogyha közel vannak, de ahhoz, hogy az anyukát, vagy esetleg az apukát, attól függ, kiveszi igénybe ugye a gyedet, mentesíteni tudják, visszamehetnek a munka világába, hiszen besegíthet akár a nagyszülő is a gyermekek nevelésében egész kiskortól. Igen, én abban hiszek, hogy a családban nagyon fontos szerepe van a nagyszülőknek, a szülőknek és a gyermekeknek, hogy ez így teljes és így egész, és erre a magyar kormány is így tekint, és a nagyszülői gyednek a bevezetése, ehhez még szükség lesz egyébként ősszel a parlamentnek a döntésére, ez szintén egy olyan lehetőség, hogy minden család a saját
életritmusának, élethelyzetének, munkahelyi körülményeinek megfelelően tudja meghozni azt a döntést, hogy mi a legjobb a gyermekeknek, és szintén a parlament döntése kell majd ahhoz, hogy ősszel, hogy a 4 gyermeket nevelő édesanyák életük végéig SZIA-mentességet kaphassanak, ami azt gondolom megint egy óriási vívmány és nagy lehetőség lehet a családoknak. És még amiről nem beszéltünk a 7 pontból, az utolsó, amire azt gondolom a soproniak is nagyon büszkék lehetnek, és érezhető itt ez a városunkban, ez a bölcsödei rendszernek a folyamatos bővítése és fejlesztése. A soproni bölcsödék nagy része már megújult, több bölcsöde megújítása jelenleg van folyamatban, és a térségben, a településeken is újulnak, illetve bővülnek a bölcsödék. Nagyon fontos célja az a kormányzatnak, hogy 2021-22-re az a család, aki a gyermekét bölcsödébe szeretné adni, az ezt meg tudja tenni, és jó körülmények között tudjanak a gyerekek fejlődni. És hogyha egészséges gyermekeink vannak, akkor egészséges felnőttek lesznek majd ők. Barca Attila országgyűlési képviselőnek köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban, és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.